jelentősen átalakította a kormány a kafetéria rendszert. Január 1-től a tavaly még adómentes juttatások nagy része után már jövedelemként kell adózni. A kormány a szépkártyán kívül az összes kafetéria elem adókedvezményét megszüntette. Az átalakítás után így a készpénzben adható 100 000 forintos juttatás és az iskola kezdési támogatás kedvezménye is megszűnt. A kormány azért akarta az átalakítást, mert szerintük így a szépkártyákon keresztül több pénz jut majd a turizmusnak. A novemberben átalakított rendszer első benyomásai idén már láthatóak. A kereskedelmi és iparkamara Tolna megyei elnöke szerint az átalakítás valóban jót tesz a turizmusnak, ami közvetve az egész hazai gazdaságot erősíteni tudja. Gyakorlatilag egyfajta fellendülés van, most már egy-két éve, és ez jót tesz a hazai vállalkozásoknak. A másik részéről segíti az embereknek a pihenését és szórakozását, tehát ezt is jónak tartjuk. Az Erzsébet utalvány és a szociális elemek például az iskolakezdési támogatás megadóztatásával viszont nem tud egyetérteni a vállalkozókat képviselő kamara. Hosszabb távon biztos, hogy ez nem tartható. Tehát valójában a bérekbe kellene megjelenniük a különböző jövedelmek, annál is inkább, mert azok ösztönzik a termelést. Tehát van egyfajta, ilyenfajta törekvés a kormánynak, úgy látszik, hogy ez csökkentse, de hát ehhez kell természetesen a bérfelzárkóztatás. A bérek felzárkóztatásával kapcsolatban 2 éve indult egy 6 éves program. Ennek eredményeként mostanra szinte valamennyi ágazatban emelkedtek a fizetések, ám a hazai és a külföldi keresetek között még mindig nagy a szakadék.